Kalkulációk szerint ez az egész 3,5 milliárd forint, tehát nem kevés összeg, de 7 fő csoportra osztható ez, és ezt most gyorsan el is mutogatom. Ez egy új házsor. Úgy új, hogy ezt 39-ben lebontották, most visszaépítették. Ez körülbelül 720 millió, puskázok, mert három oldal számot nem. Tehát akkor kisebb lesz a tér viszont. Tehát ez az első számú. A bástya tetőnek a helyreállítása. Tudnék, ez a tető rész, ez most körülbelül egy olyan 2 méterrel lejjebb vagyunk most, mint ez. Tehát ezt a tetőt ott fönt, ha helyre vannak állítva a boltozatok, tehát a kazamatáknak a boltjai, akkor ennek a tetejére egy leszigetett placot kell építeni. Ez körülbelül 240 millió. Ez a belső udvar, ami nem látszik, mert most föl van töltve. Tehát itt lent van a plac, itt lehet látni, ugye itt jövünk be, itt a matróz. Ott látják a lépcsőt, az a régi szint. Na most onnantól kezdve kell ezt visszaemelni arra a szintre, ami a bástya, mert ez egy magasságban volt az egész valamikor. A bástya udvarra az körülbelül 250 millió forint. Na most a bástya alatti kazamaták, tehát amik a Füles bástyánál, aki járt, az könnyen tudja, ott egy fél bástya van. Itt van egy hatalmas belső boltozatos, téglaboltozatos tér. Ott zajlott az élet, a katonák ott pihentek, ott feküdtek a sebesültek. Tehát ez a térszint alatti helyreállítás körülbelül 200 millió forint. A tájékoztatóban négyzetméter is benne van pontosan, hogy hány négyzetméterre milyen költségekkel költségeltünk. Azután a rakpartot kéne újjáépíteni. Ez három részből állna, egyszer a levezető út, utána egy árvízvédelmi függőleges partfal, és maguk a parkírozó helyek, ami körülbelül durván 500. Ingyenes parkolóhely. Na most, itt látható, ez volt professzorom, meghalt szegény, de győri születésű Wehinger Károly, tervezte ezt a bizonyos hajókikötőt. Na most ennek is körülbelül 120 millió forint a költsége, tehát így jön ki ez a 3 milliárd. Na most ez több variációban lehet megvalósítani, például ez magánerőből megvalósulhat. Tehát itt vesz egy házat, ennek csinálja, lenne az üzletet, fönt lakik, ugye ez kiadható lenne. Ennek a költségére azt mondtuk, hogy 700 millió, az ha levonjuk, akkor az már nem a város, vagy nem az építési költség. A második variáció az olyan, hogy a kikötő is később építhető, magánerőből megcsinálható, tehát azt is levonhatjuk belőle. Így a költségek az első szituációban csak 2,7, a harmadik esetben 2,6 durván is kerekítve. Na most, a partfal rendezés az egy bizony árvízvédelmi feladat. Tehát az nem biztos, hogy az építőknek kell költségelni, ez egy országos téma. Meg kell pályázni persze. Azt mondja, ha az állandó jellegű a piac, akkor ezeknek a lenti boltoknak, üzleteknek a kialakításának a költségét is nem biztos, hogy az építőknek kell állni. Na most a műemléki pályázat esetén a norvég alapból 3,2 milliárd maximum igényelhető, hát ezt nem szokták megadni, de nagyon sok pénzt lehet a pályázatból beszerezni hozzá. A várost adott esetben olyan 1,1,7 milliárd terheli az építést. De én úgy érzem, hogy ez egy nemzetközi pályázaton venne részt, biztos, hogy maximális támogatást kapnánk érte, mert egy olyan reneszánszkori erőt várnak a helyreállítása, ami Európát nézte. Tehát biztos, hogy támogatják, akár az EU, akár a világörökség, tehát mindenki, de ezt meg kell pontosan keresni.